pedig már a fiúk döntője, ahol a képen Mozgi Milán látható a felirat mögött, most már tisztán is, ellenfele a fehér orosz Stanislav Dajneka. Milán jól kezdte a döntőt, itt lehet látni a közeli képen a magyar versenyzőt, nagyon-nagyon szoros volt ez a harc, aztán a végén úgy tűnt, hogy a fehér orosz megnyerheti ezt a verseny négyesben a fehér orosz versenyző. Nézzük a befutó pillanatát, és egy nagyon érdekes dolog történt, ugyanaz, mint a világbajnokságon egyébként a Kenu 1-esben, ahol a brazil versenyző beborult, a cél előtt vagy a cél után hosszú-hosszú videózás következett, és végül úgy döntötte a versenybíróság, hogy Dajneka a cél után borult be, tehát benne volt a hajóban akkor, amikor áthaladtak a célvonalon. Itt két magyar ezüstéremmel zárult a kajakkenusok versenye, ez Homonnai Luca és Mozgi Milán ezüstérmes lett a kajakkenu pályán. Na hát ez nagyszerű verseny volt, elképesztően szoros, nagyon kis különbség döntött. Így van ez. Én is bánom, nem tudtam ennél jobbat evezni sajnos. Ennyire tel lett az erőm. Hogyha jól láttuk, akkor mindössze 4/10 volt a különbség. Te ott, amikor berúgtad a hajót, akkor érezted, hogy vajon mi a végeredmény? Nem, egyáltalán nem figyeltem, hogy próbáltam magamra koncentrálni, hogy az én nevezésem sikerüljön a legjobban. Hát csak akkor láttam, amikor ő már beborult, de és vártam az eredményt a táblán. Milyen ez a pálya? Ugye speciális ez a 8-as forma, és most fújt is a szél. Ez mennyibe befolyásolta a versenyt? Hát elég irreálisá vált így a versenyzés. A kanyarok azok nagyon nehezek voltak. Egyszer az egyik oldalra fújt a szél, egyszer a másik oldalra. Nagyon keményen kellett nyomni, de hát most így sikerült. Igen, egyébként úgy tűnt, hogy mind a kettőtöknek, neked is és Lucának is itt a felső kanyarral, a célegyenes előtti kanyarral voltak nagyobb gondjaitok. Ez valóban így volt? Így van, mire odaérünk, már amúgy is kevesebb az erő, főleg így fújt a szél, hát így még nehezebb volt az utolsó kanyar. Azért elégedett vagy? Örülök ennek is. Az aranynak még jobban ültem volna, de ez is jó lesz. Köszönöm. Ne ütöttél, de...
Azt mutatta, hogy a kerülős srác azt mondta, hogy fogja úgy, és emeljen fel. De annyira nem esett úgy kézzel, tehát inkább magam mellett tartottam. Nem sem, mert a lótúrok, le kell nyomni pontosan. Azért mondom, hogy magam mellett tartottam, levarultam, és amikor átvarultam, akkor meg elvesz kifelé az ember. Kedves Milán, kedves Laci bácsi, a város lakossága és a város képviselő testülete nevében szívből gratulálok nektek. Hosszú életet kívánok! Ezt ma is próbáljuk követni, tehát igyekezünk olyan programokat szervezni, ami vonzó, és reméljük, hogy ki fog lőni újfent egy Milánhoz hasonló tehetség, ha nem is ilyen szintén, de még magasabbra. Így legyen. Milán, a te neved most már bekerült a nemzetközi szinten jegyzett versenyzők közé, és hát reméljük, hogy nagyon sokszor hallunk még róla. De hogyan képzeled el a jövődet, hogyan képzeled el az előtted álló néhány évet? Van-e arra esély, vagy fenyegette az a veszély, nem tudom, hogy jó ez a megfogalmazás, hogy mondjuk megjelenik itt valamelyik nagy vízisportos egyesület, és azt mondja, hogy Milán, gyere velünk, és akkor Pesten, vagy Győrbe, vagy Szegeden kell tovább versenyezni? Hát nem tudom, hogy milyen esélyek vannak rá. Most ez elég nagy hírnevet szerzett nekem ez a verseny. Én azt mondom, hogy itt teljesítettem eddig a legjobban, itt vagyok kiskorom óta, itt edzek. Hát, úgy néz ki, hogy itt vagyok a legjobb, én kerültem ki erre a versenyre. Úgy gondolom, hogy amennyire tudtam, csak helytáltam, és úgy gondolom, hogy itthon tudok a legjobban készülni, mert csak nekem van a legjobb edzőm, hogyha sikerült kijutni. Biztos, hogy ott várt a Milánt, úgyhogy ez volt a meglepetés. Nagyon szépen köszönjük Milánnak is és Laci bácsinak azt, hogy eljött neked vőni. Szeretném megköszönni mindenkinek, akik tegnap este otthon vártak és felköszöntöttek. Nagyon nagy meglepetés volt és nagyon boldog voltam, hogy minden ismerősöm is ott volt, aki is gondolt rám. És szeretném megköszönni mindenkinek, aki kijött itt ma is és megnézte ezt a videót és köszöntött engem. Köszönöm szépen mindenkinek, nagyon jól esett. Köszönöm szépen a videót is. Igazán nagy meglepetés volt ez is számomra. Köszönöm. Bizonyára láttátok már, illetve az iskolai honlapunkon, az országos sajtóban. Nagyon-nagyon szívünket melengető hír volt már nyár elején. Mozgi Milán, akit mellette már 10. C-osztályt
ezen az ifjúsági olimpián részt vett, és második helyezést ért el abban a sprint számban, ami hát elég lélekölő volt. Milán nagyon sokat dolgozott azért, hogy ezen a versenyen részt vehessen, és az én kérésemre, tehát nem hiúsági okokon, hanem az én kérésemre öltötte magára a válogatott melegítő, mert szerettem volna, hogyha ti is látjátok, hogy is néz ki ez a melegítő, amit nem megvásárol valaki, hanem kapja válogatottként, és itt lapul a zsebében az az ezüstéremet kértem, hogy hozza el, és tedd is a nyakadba, légy szíves, én nem tehetem. Az az ezüstérem, amivel így a nyakában ugye bejárta a világ sajtót, és mindenki nagyon-nagyon büszke volt rá.